Az elmúlt hét második felében Győr adott otthont a férfi kosárlabdázók Magyar Kupa és HEP Kupa döntőjének. Utóbbi sorozatban volt érdekelt a Nyíregyháza Blue Sharks, amely az elődöntőben a TF Budapest ellen lépett pályára. A kék cápák 3-4-en keresztül vezettek az NB1B nyugati csoportjának 5. helyén álló fővárosiak ellen, a hajrá azonban a tehetséges fiataloké volt, akik így 7 ponttal megnyerték a mérkőzést. A bronzmeccsen a kupagyőzelemre leginkább esélyesnek tartott, de az elődöntőben szintén vereséges szenvedő Oroszlány ellen a motiváltan és felszabadultan játszó nyíregyháziak végig uralták a találkozót. A kérdés csak a különbség volt, végül 29 pontos győzelmet aratva szerezte meg a bronzérmet Siska János együttese. Nagyon elégedett vagyok. Én úgy gondolom, hogy ha négy csapatot nézzük, abból a mi csapatunk volt a legfiatalabb, a legrutintalanabb, és az, hogy elértük ezt a harmadik elleni helyezést, ez óriási teljesítmény. A kék cápák legrutinosabb játékosa, a Nagy Krisztián mindkét mérkőzésen kiemelkedően játszott. A nyíregyháziak csapatkapitánya a TF Budapest ellen 21, az Oroszlány ellen pedig 14 pontot szerzett. Én először is gratulálnék a csapatnak, hogy bronzérmet sikerült szereznünk a HEP Kupába. Én azt mondom, hogy maximálisan nem lehetek elégedett, hiszen benne volt a győzelem az első mérkőzésben is, de úgy gondolom, hogy a meccs utáni szomorúság hamar elmúlhatott, hiszen tisztességesen helyt állt a csapat, illetve úgy gondolom, hogy a második mérkőzésre kellőképpen el tudtuk azt felejteni, hogy nem sikerült döntőbe jutni, és nagyon örülök annak, hogy a csapat mégis egy vesztes mérkőzés után így fel tudott állni, és ilyen mérkőzést tudott játszani a bronzmeccsen. A HEP Kupát végül a TF Budapest nyerte, miután a döntőben 73-62-re legyőzte a Vasas Akadémia csapatát. A nyíregyháziak vasárnap a bajnokságban az Óbudai Kaszások együttesét fogadják.